Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben összeadással és kivonással kapcsolatos egyenletekről tanulunk. Aktuális leckénkben abszolút értékes feladatokat oldunk. Bevezető feladatunk van, ismerkedjünk meg a lényeggel. Mit jelent a következő? Abszolút értékben x egyenlő 3. Mielőtt hozzáfognánk a feladat megoldásához, idézzük fel, hogy mit tanultunk az abszolút értékről. Röviden és legegyszerűbben azt mondtuk, hogy egy szám abszolút értéke valójában a nullától való távolsága. Próbáljuk meg ezt a feladatot, akkor a szám segítségevel megoldani. Keressük tehát azt a számot, amely a nullától három egységnyire van. Hát az egyik ilyen megoldást az könnyen megtaláljuk, hiszen a nullától három egységnyire van a három. Tehát az egyik megoldásunk x egyenlő 3. Azért mondom, hogy egyik megoldás, mert van még egy olyan szám, amely a nullától három egységnyire van, ez pedig a szám egyenes bal oldalán lévő mínusz három. A mínusz három is három egységnyire van a nullától. Tehát a másik megoldásunk x egyenlő mínusz három. Így akkor a megoldás halmazban, az ilyen típusú feladatoknál mindig két megoldás lesz, az egyik a mi esetünkben a mínusz három, a másik pedig a plusz három az, hogy az abszolút értékes feladattípusnak két megoldása van, viszont nem törvényszerű. Látunk majd olyan feladatot is, amely abszolút értékes, viszont csak egy megoldása lesz. Na de haladjunk szépen sorjában. Második feladatunk a következőképpen szól. Abszolút értékben x plusz 4 ötöd egyenlő 1,12 első lépésként ismeretlennek az abszolút érték x-et vesszük, tehát nem tudjuk rögtön az x-et kiszámolni. Mivel az előjele pozitív, így akkor maradhat a bal oldalon, a mellette lévő 4 ötödöt pedig átküldjük a jobb oldalra. A bal oldalon maradt tehát az abszolút érték x, egyenlő, leírom a jobb oldalon lévő ismert mennyiséget, az 1,12-et, a 4 ötöd pedig, hátkerül a jobb oldalra, megváltozik az előjele, így lesz belőle mínusz 4 ötöd. Ahhoz, hogy összevonjam ezt a két számot, közös nevezőt kell, hogy keressek. Kettőnek és ötnek a legkisebb közös többszöröse, a kettőjük szorzata a tíz, hiszen ők relatív primszámok, legnagyobb közös osztójuk az egy. Így akkor az első törtet értelemszerűen bővítem öttel, a másikat pedig kettővel. Nézzük a feladatunkat a bővítés után. Abszolút érték x egyenlő lesz. Az 112 et ha bővítem 5 tel az lesz az 1,5-tized. A 4,55-t pedig, ha bővítem 2-vel, az lesz a 8 /10. Ilyen formában nem tudom kivonni az 1,5-ből a 8-tizedet, ezért az 1,5-tizedet átalakítom 1 Egyszer 10 az 10, plusz 5 az 15, tehát ez lesz a 15-tized. És ebből már könnyűszerre ki tudom vonni a 8 tizedet. Tehát az abszolút érték x egyenlő lesz, a nevező 10, a számlálók különbsége pedig 15 -8 az 7, tehát 7 tized. És most érkeztünk el ahhoz a típushoz, amit az első feladatunkban láttunk. Melyik az a szám, melynek az abszolút értéke 7 tized? Itt jön az, hogy két megoldást írunk föl akár jelölhetjük az egyiket x 1 a másikat pedig x2-vel. Az egyik megoldásnak rögtön vehetjük azt a pozitív számot, amit itt látunk, tehát a 7 tized, de viszont ne felejtsük el a számegyenes másik oldalán, is van egy ilyen szám, ez pedig a mínusz 7 tized. Íme már föl is írhatjuk akkor a megoldás halmazt, melybe két szám tartozik, az egyik a 7 tized, a másik pedig a mínusz 7 tized. A fölírás sorrendje tetszőleges ellenőrizzük le a megoldásunk helyességét. Vegyük észre, hogy az eredeti feladatunkban, amikor az abszolút érték szerepel, rögtön írhatjuk, hogy az abszolút értéknek az értéke 7 tized, úgy az egyik, mint a másik megoldásnál, tehát nem kell külön kiszámolnunk egyiket is, másikat is. Tehát az abszolút érték x, helyette írtam a 7 tizedet, másolom a feladat többi részét, plusz 4 ötöd, egyenlő 112 kettet bővítsük a törteket, úgyhogy össze tudjuk őket vonni. A 7 tizedet csak lemásolom, a 4 ötödöt bővítem kettővel, így lesz 8 tized, és igaz-e, hogy ennek a két törznek az összege 1,12-ed. 7 tized plusz 8 tized, ez nagyon egyszerű, 15 tized, amit még nem tudunk így rögtön leellenőrizni, hogy igaz-e, hogy egyenlő, mint 1,12-eddel, viszont hátalakítom, 15-ben a 10 megvan egyszer, Maradék 5, tehát ez 1,5. Sőt, még a vegyes törtnek a tört részét, ha egyszerűsítem, hiszen mindkét számozható 5-tel, így már tényleg látom, hogy a végeredményünk 1,12. Ami azt jelenti, hogy helyesen írtuk fel a megoldás halmazunkat. Abszolút értékes feladatról lévén szó, láthattuk, hogy két megoldásunk lett. Haladjunk tovább, nézzük a következő feladatunkat. Most tizedes számokkal számolunk mínusz 4,7 plusz abszolút érték x egyenlő mínusz 7,4 század. Az abszolút érték x, amit első lépésben számolunk, láthatjuk, hogy az előjele plusz, tehát maradhat a bal oldalon. Éppen ezért a mínusz 4,7-et tessék eljük át a jobb oldalra. Így akkor a bal oldalon marad abszolút érték x, egyenlő lesz, a jobb oldalon lévő számot, a mínusz 7,4 századot csak lemásolom, és hozzájön megváltozott előjellel a 4,7, melynek az előjele immár plusz. Össze kell, hogy vonjak egy negatív és egy pozitív számot. Abszolút értékben a mínusz 7 a nagyobb, tehát ennek a két számnak az összegének az előjele az mínusz lesz. Viszont ezeket a számokat, mivel ellentett előjelűek, ki kell, hogy vonjam egymásból a 7,4-ból ki kell, hogy vonjam a 4,7-et, amit egy nullával kibővítünk azért, hogy egyforma számú tizedes helyünk legyen. Nézzük a kivonást. 4-0 az 4, kölcsönveszek, 10-7 az 3, és 6-4 az 2. Tehát azt kaptuk, hogy abszolút érték x egyenlő mínusz 2,34. Valójában keressük tehát azt a számot, mennek az abszolút értéke mínusz 2,34. Emlékezzünk vissza, hogy mit tanultunk az abszolút értékről. Az abszolút érték mindig pozitív. Egy pici kis helyesbítés, valójában a nulla kivételével mindig pozitív, tehát a nulla most nem játszik szerepet ennél a feladatnál. Van-e olyan szám, mennek az abszolút értéke negatív szám lesz? Nincs ilyen. Ilyenkor csak azt mondjuk, hogy az egyenletnek nincs megoldása nem létezik egyáltalán egy szám sem, amely mínusz 2,34 távolságnyira van a nullától. És leckénk végén nézzük utolsó feladatunkat. 4,56-od mínusz abszolút értékben x egyenlő 1,45 század. Vegyük észre, hogy a feladatban, amellett, hogy tartalmaz abszolút értékes részt, található egy vegyes tört, illetve egy tizedes tört. El kell, hogy döntsük a feladat elején, hogy milyen formában számolunk. Törtekkel, vagy pedig tizedes törtekkel. Hát ha szeretnénk tizedes törtekkel számolni, hiszen általában az úgy könnyebb, akkor a 4,56-ot kellene tizedes törté alakítani. Viszont láthatjuk, hogy a nevező 6 nem tudjuk bővíteni 10-re, 100 és már előző leckeinkben megtapasztaltuk, hogy ilyen esetekben végtelen tizedes törtet kapok. Ez azt jelenti, hogy tizedes törtként nem tudunk számolni. Így akkor marad a másik lehetőség, hogy a tizedes törtet törtéletve illetve vegyes törté alakítom. Ez az átalakítás nem lesz nehéz. Az 1,45 század, az egész rész marad, tehát egy egész. Két tizedes helyünk van, így akkor a nevező 100, a számláló pedig a 45, és a tört rész, ha leegyszerűsítem 5-tel, 45 osztva 5-tel az 9, 100 van az 5 pedig 20, tehát ez lesz az 1,920. Itt tehát törtként számolunk. Visszatérve a feladatra, vegyük észre, hogy az abszolút értékes rész előtt negatív előjel van, így a mínusz x-et érdemes átküldeni a jobb oldalra, az ott található ismert mennyiséget pedig átküldeni a bal oldalra. Ezek után, illetve az átalakítások után nézzük, hogy hogy néz ki a feladatunk. A bal oldalon a 4,56-od így megmarad, őt csak lemásolom. Átjön hozzá az 1,45 század, amit miután átalakítottunk, 1920 ot kaptunk. Figyeljünk arra, hogy megváltozik az előjele, tehát mínusz 1920 És ez egyenlő lesz, a mínusz abszolút érték x kerül a jobb oldalra, így ez belőle plusz abszolút érték x. Erre a pluszra nincs is szükség, tisztán csak azért vezettem, hogy lássuk, hogy megváltozik az előjel. A bal oldalon adjuk össze ezt a két vegyes törtet. 4,56-od és mínusz 1,920-ad. Figyeljük a nevezőket. Láthatjuk, hogy különbözők, így akkor keressük meg a közös nevezőt. 6-nak és 20-nak, amikor keresem a legkisebb közös többszörösét, a két szám közül nagyobbik szám a 20, az viszont nem osztható 6-tal maradék nélkül. A 20-nak veszem a többszöröseit. 2 20 az 40, az sem osztható, 3 20 az 60, az már igen, így akkor a közös nevező lesz a 60. Mennyivel kell bővíteni akkor? 60 osztva 6-tal az 10, illetve a második tört esetében 60 osztva 20-tal az 3. Végezzük el a bővítést az első törtünk, 4 egészet csak lemásolom, 5 x 10 az 50, 6 x 10 az 60. Mínusz, az 1 egészet csak lemásolom, 3 x 9 az 27, 3 x 20 az 60. És ez egyenlő lesz az abszolút érték x-el. A bal oldalon könnyűszerrel összevonom ezt a két vegyes törtet. Plusz 4 és mínusz 1 az plusz 3, a nevezőt csak lemásolom, és az 50-ből, ha kivonom a 27-et, az 23. Tehát az abszolút érték x, ha most megfordítom, egyenlő lesz 3 egész és Most érkeztünk el ahhoz a lépéshez, amikor felírjuk a különböző megoldásokat. x1, illetve x2-ként. Az egyik megoldásunk legyen a pozitív érték, 3,2360 ad, a másik megoldás ennek az ellentét értéke a mínusz 3,2360-ad. A megoldás halmazunkba, ennek az egyenletnek a megoldás halmazába, tehát két megoldás tartozik, a mínusz 3,2360-ad és a 3,2360-ad. Még csak annyi dolgunk maradt, hogy leellenőrizzük, hogy helyesen számoltunk-e. Vegyük tehát az eredeti egyenletünket, és az abszolút érték x helyett láthatjuk, rögtön helyettesíthetjük a 3,2360-adot. Azért, hogy közös nevezőket kapjunk, a 4,56-ot, mint ahogy az előző feladatban már láttuk, bővítem 10-zel, így akkor lesz 4,56. ad ebből kivonom. Az abszolút érték x, láthattuk, hogy ez a 3,2360-ad, akár az egyik, akár a másik megoldásra vehetem ezt. És ez egyenlő lesz, az 1,45 századot pedig, hogy ne tizedes törtként maradjon, mint ahogy már átalakítottam, írom 99%-ként. Végezzük el az összevonást, 4-3 az 1, nevezőt csak lemásolom, és 50-23 az 27. Vegyük észre, hogy a 27 és a 60 az még osztható 3-mal, 27-ben a 3 megvan 9-szer, 60-ban a 3 megvan 20-szor, és így már igen egyenlő az itt látható végeredménnyel, 1,920-dal. Ezek szerint a megoldás halmazunk helyes. Mai leckénkben olyan feladatokat oldottunk meg, melyben az abszolút érték is szerepel. Konkrétan az ismeretlen volt abszolút érték között. Na de mi van akkor, hogyha az abszolút értéken belül az ismeretlen mellett újabb számok is szerepelnek, akár összeadásként, akár kivonásként. Erre ad válasz majd következő leckénk. Mostani leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!